Már javában zajlanak a munkálatok a Kisvölgyben épp úgy, mint a falu belterületén. A beruházás kiemelkedően fontos Rózsaszentmárton életében, hiszen a belterületi csapadékvíz elvezető hálózat csak részben megoldott, a meglévők pedig erodálódtak, rendezetlenek, nem képesek elvezetni a keletkező csapadékot. Megfelelő övárok és hordalékfogók sem védték a községet, ezért a hegyoldalban keletkező csapadékvíz szabadon áramlott a településre. A belvízelvezető rendszer állapota miatt az elmúlt években a rendszeresen visszatérő vízkárok elleni védekezés költsége és a keletkezett károk helyreállítása komoly megterhelést jelentett a lakosságnak, az önkormányzatnak és az árvízvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szerveknek egyaránt. Lajos bácsi az egyik legveszélyeztetettebb utcában él. Azt mondja, a víz miatt kirohadtak a fák, eliszaposodott a kertjében a talaj, de a legrosszabb az volt, amikor akkora árvíz volt, hogy majdnem az ablakokig ért. Az igazság, hogy ez már nagyon, nagyon hiányzott ebbe a községbe, csapadékvíznek az elvezetése, mert ez a rész, ez nekünk itt különösen bonyolult volt már éveken keresztül, és végre elértük azt az időt, hogy na, most már végre oda tudtunk jutni, hogy sikerült az önkormányzatnak ezt elérni. Sipos János Néha község polgármestere elmondta, a záportározó és az övárok megvalósításához óriási, szinte embernagyságú elemekre is szükség van. Ezek az elemek kellnek ahhoz, hogy ez a község biztonságosan ezt a hatalmas vizet elvezesse. A beruházás megvalósításához 95%-os támogatást, vagyis több mint 336 millió forintot nyert a település egy EMOP pályázaton. Megépül itt mögöttünk egy 20 ezer köbméteres zápor tározó gát, amely gyakorlatilag átmenetileg biztosítja a Somlyóról lejövő csapadékvíznek a tárolását, addig, amíg az biztonságosan a patakmederben el nem tud folyni a falunak az irányába. Emellett még megépül a községet övező övárok rendszer, illetőleg a falunak a legveszélyeztetettebb területein kapnak az utcák egy szilárd burkolatot. A szükséges 18 millió forintos önerőt a falu hitelfelvétele nélkül biztosítja, hiszen, mint ahogy a polgármester fogalmazott, több mint 10 éve szigorú, poroszutas gazdálkodást folytatnak. Ahhoz, hogy a beruházás még tökéletesebb legyen, a községi önkormányzat és a Mátraaljai Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat együttműködésének eredményeként már kitisztították a községet átszelő patak medrét is. A tervek szerint a munkálatok 2013. áprilisában fejeződnek majd be. A fejlesztések azonban nem állnak meg, hiszen Rózsaszentmárton egy újabb pályázatot nyert. Az elmúlt héten írták alá a 100 millió forintos támogatási szerződést, amelynek értelmében új burkolatot kap a Béke, a Táncsics, a Kossuth és az Erzsébet út. A Deák úton a járdát újítják fel, továbbá egy régi álom valósul meg. Az utcában található buszmegállót áthelyezik a piactérre, és egy Európai Uniós, minden igényt kielégítő pályaudvart létesítenek.